Köszöntöm nézőinket, közéleti magazinunkat látják. A vidék és a városok harmonikus együttélését tartja az egyik legfontosabb célnak Karl-Heinz Lamberts, a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Tolna megyei látogatása során meggyőződött arról, hogy az itt elköltött uniós források nagyban hozzájárultak ennek megvalósításához. Das ist eine Bekundung übergeben, das ist auf Deutsch und auf Ungarisch. A szárazdi német nemzetiségi falu múzeumban adta át Orbán Attila polgármester azt a két nyelven megfogalmazott nyilatkozatot Karl-Heinz Lambertsnek, a Régiók Európai Bizottsága elnökének, melyben a kistelepülésen élők nevében kijelenti, hogy az ott élők továbbra is szeretnék megtartani hagyományos életmódjukat, ragaszkodnak falvaik eredeti jellegéhez és értékként tekintenek rá. Ugyanakkor élvezni szeretnék a modern kor lehetőségeit, ezért szükségesnek érzik az infrastruktúra fejlesztését. Karl-Heinz Lambertszel a vidéken maradás nehézségeiről, a kisebbségek értékeiről és a közösségépítés fontosságáról beszélgettek ezt megelőzően a polgármesteri hivatalban, majd a közeli Gyönkön a nemzetiségi nevelésbe is bepillanthatott az egyébként Belgiumban szintén német nemzetiségi kisebbség tagjaként élő politikus. A Tolnai Lajos gimnáziumban hosszú évek óta folyik két tannyelvű oktatás, mostanában a cserekapcsolatok területén éreznek nehézséget. Egy iskolának mindig van szüksége segítségre. Megpróbáltuk elmondani neki a németség helyzetét és jövőjét szerintünk Gyönkön. Azt gondolom, hogy mivel ő Brüsszelben a kisebbségeket képviseli, ezért reméljük, hogy egy kicsit. Én személy szerint azt kértem tőle, hogy a cserekapcsolatok támogatását, hogyha tudnánk egy kicsit szorgalmazni, kicsit jobban, kicsit másképp, és az adminisztrációját egy kicsit egyszerűsíteni, hogy több gyereknek legyen arra lehetősége, hogy ebben a programban részt vegyen. Ugyanis mikor indult nálunk a kétnyelvű oktatás a gimnáziumban, akkor még a minisztérium támogatta ezt a programot, és most teljesen a szülők költsége, hogyha a gyerekekkel szeretnénk külföldre utazni, és ez sok családnak megterhelő. De úgy láttam, hogy nagyon jó benyomása volt a gyönki helyzetről, és megpróbálja továbbra is azért a kisebbségekért a harcot folytatni. Tolna megye jelen helyzetéről, értékeiről és jövőképéről már Szekszárdon tájékozódott a Régiók Európai Bizottságának elnöke. Ugyanúgy, ahogy más Európai Uniós tagállamokban letartogatásaim során, amikor mindig a helyszínen igyekeztem tájékozódni az ott lévő emberek életéről, most is megerősítést kaptam arról, hogy milyen sokoldalú, mennyire sokszínű az Európai Unió és annak egyes régiói. Ez a látogatás arról győzött meg engem, hogy mennyire fontos a városnak és a vidéknek az együttélése. Számomra nyilvánvalóvá vált, hogy a régiófejlesztési források, melyeket az Európai Unió biztosított ennek a vidéknek, milyen fontos szerepet játszottak a harmonikus együttélés kialakításában. A cél éppen ez volt, bemutatni az uniós vezető politikusnak, hogy milyen helyzetben van a vidéki Magyarország, és hogy mire használják Európa pénzét, hiszen a következő költségvetés tervezése éppen ezekben az időkben zajlik. Nagy meccsek vannak a háttérben, vannak, akik szeretnék ezt az egész ügyet csökkenteni, ugye a britek kiesése miatt, viszont mi Magyarország meg azt gondoljuk, hogy többet kellene esetleg befizetni, sőt ezeket a kohéziós politikára fordítandó összegeket megemelni, hiszen látjuk Szekszárdon is, hogy fejlődik, és ha Szekszárd fejlődik, az magával tudja húzni a vidéket is. Ez olyan, mint egy emelkedő repülőgép. Az emelkedő repülőgéptől nem elvenni kell a gázt, mert akkor fejreesés lesz belőle, katasztrófa, hanem inkább még több gázt adni. Ez az egyik aspektus. A másik aspektusa pedig az, hogy a vidéki lehetőségeket úgy nem csak pénzzel megerősíteni, hanem olyan lelkiséggel, hogy az emberek jól érezzék magukat otthon. És ahhoz, hogy jól érezzék magukat otthon, az mindenképpen tudni kell, hogy hova tartoznak, honnan jönnek, milyen kultúrájuk van, és ennek az egyik szegmense pedig a kisebbségi lét. Tolna megye svábságban, hogy is mondjam, egy sváb gazdag hagyományokkal rendelkező megye. Ezeket az értékeket, ezeket fel kell karolni. Az összes kisebbség legyen sváb, roma, szerb, horvát, székely, találja meg a helyét itt Tolna megyében, és a kultúrája pedig, ha lehet, akkor virágozzon, hiszen ettől leszünk mi is erősebbek, és
a fiataljaink talán így jobban itthon tudnak maradni. Karl-Heinz Lamberts az egyik kezdeményezője az úgynevezett kisebbségvédelmi csomagnak, amit Minority Safe Pack néven is ismernek sokan. A 2013-as európai polgári kezdeményezés célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az Európai Uniós jog részei legyenek. Az ehhez szükséges 1 millió aláírás összegyűlt, az Európai Bizottság viszont még nem foglalkozott a kérdéssel. Da ich ja selbst zu den Mitautoren dieser Jó magam is egyik kezdeményezője voltam a Minority Safe Pack-nek. A bírósággal is megtámogatva végigcsináltuk, hogy ezt a témát az Európai Bizottság napirendre vegye, ezért mindenképpen nagy figyelemmel kísérem a kezdeményezés sorsát. Természetesen, ha feláll majd az új bizottság, én biztos vagyok abban, hogy ezeket a kérdéseket konkrétan meg kell majd beszélni, és egyfajta előrelépés történhet. Az új összetételű Európai Bizottság a május 26-ai választások után alakul majd meg. Hatalmas a szakemberhiány, nem elég népszerűek a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák. A szakképzésben dolgozó oktatók jövedelme átlagosan 30%-kal marad el a piaci bérektől. Ezen változtatna a kormány a szakképzési stratégiával, amit 2 év alatt dolgozott ki ipari szereplőkkel és az iparkamarákkal karöltve. Milyen ismeretekkel szükséges rendelkeznie egy fuvarozónak, hogyan készíti a süteményeket a cukrász, többek között ezeket tudhatták meg azok, akik kilátogattak a szakmák éjszakája elnevezésű rendezvényre. A tanárok akkor azt mondták, fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok tisztában legyenek a különböző szakmákkal és azok munkaerőpiaci értékével. A szakképzésben azonban jelentős változások lépnek életbe 2020 őszétől, hangzott el azon a fórumon, amit a Tolna megyében dolgozó tanároknak tartottak. Itt az április elején elkészült szakképzési stratégiáról is szó volt. Ezzel az anyaggal kapcsolatban olyan visszajelzéseket kapunk, hogy hosszú évtizedek óta messze ez a legösszeszedettebb munka. Hafiek Andrea az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője kiemelte, a szakképzési stratégiát az iparkamarák és a vállalatok bevonásával dolgozták ki 2 év alatt, reagálva a technológia és a munkaerőpiac változásaira. Ilyen változás például az, hogy bizonyos területeken robotok váltják ki az emberi munkát, sok munkafolyamat automatizáltá vált. Ami a legnagyobb változás lesz az elkövetkezendő időszakban, és már most is látszanak az előszelei és a nyomai, hogy megjelenik a robotizáció szinte mindenhol, de ugye a különböző területeken eltérő mértékben. Nyilván az ipari termelésben sokkal erőteljesebb. Fülöpné Szűcs Mária, a pedagógusok szakszervezetének Tolna megyei elnöke a szakképzési fórumon annak a reményének adott hangot, hogy az új szakképzési stratégia hatékony lesz, és nem kell újra és újra változtatni az oktatási rendszeren, mert az követhetetlenné válik, és a diáknak sem szolgál előnyére. 93-ban a szakképzési törvényt bevezették, azóta 9-szer iskolaszerkezeti változás történt, szakokat változtatnak. Ma eljutottunk odáig, hogy hihetetlen szakemberhiány van Magyarországon. Nem csak pedagógusok hiányoznak, tévedés ne essék és szakoktatók, hanem szinte minden szakma válságterület lett és hiányzik. A vállalkozók keresik a munkaerőt, és nyilván ezzel a kormánynak is számolnia kellett. Lesz itt sok minden, ami érinti a szakképzés nevét, a beiskolázandó iskolák nevét. Érinti, merem remélni, hogy magát a tanulót, a tanulónak a lehetőségeit, az esélyeit, mert én azt fogom ma mondani, hogy ez a tanulóról szól, a gyerekről, hogy mindenki megtalálja a helyét, minden fiatal vagy szakmát tanuljon, vagy a szakképzésből is mehessen felsőoktatási intézménybe. Tehát ehhez egy nagy-nagy társadalmi összefogás kell, pénz kell, nyilván stratégia is kell, de az önmagában nem elég. Szakember kell, szakoktatók kell, mérnökök kellenek. Fülöpné Szűcs Mária kiemelte, a szakmák társadalmi elismertsége még mindig alacsony,
Ezen kíván a kormány a különböző intézkedésekkel változtatni. A most elkészült szakképzési stratégia egyik fő eleme, hogy a szakgimnáziumi rendszert váltva visszaáll a már bevált 5 éves technikumi képzés, aminek zárásaként 4 közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Ezen felül szakmai vizsgát kell majd letenniük a diákoknak, ami emelt szintű érettségének felel majd meg. Azaz a sikeres technikusi vizsga egyenes utat jelenthet a szakirányú felsőoktatásba. Ezen kívül megemelnék a szaktanárok bérét is. A tervek szerint a változások 2020 őszétől lépnének életbe. Húsvéti evangelizációs napra gyűltek össze húsvét vasárnap a körzeti baptista gyülekezetek tagjai, hogy együtt ünnepeljék a húsvéti örömhírt. A szomszédos közösségek számára fontos, főként egyházi ünnepekkor, hogy tagjaik találkozzanak, együtt ünnepeljenek, jó kapcsolatokat alakítsanak ki. Húsvét van, nagy ünnep, öröm nap, Krisztusunk feltámadt, szűnjen gyász és bánat. Húsvét van, nagy ünnep, öröm nap. A Magyarországi Baptista Egyház szekszárdi körzetéhez 4, a szekszárdi, a decsi, a faddi és a bogyiszlói gyülekezet tartozik. A heti rendszerességű gyülekezeti összejöveteleken túl, főként egyházi ünnepekkor, közös, körzeti rendezvényeken gyűlnek össze a szomszédos közösségek tagjai. Így tettek idén húsvét vasárnapi Szekszárdon. A Szent István házban evangelizációs nap keretében ünnepelték együtt a húsvéti örömhírt. A kibővített Isten tiszteleteken, a körzeti, gyülekezeti tagok mellett meghívott vendégek és további városi, illetve környékbeli érdeklődők is részt vettek. Meghívót is készítettünk, hogy van-e illata liliomnak, ugye mindenki rá vagy, hogy ez kérdés. Igen, van. Honnan tudjuk? Láttuk? Nem láttuk. A lilium illatát, a rózsa illatát soha nem láttuk. De valami más érzékszervünk azért van, ugye, ami miatt meggyőződhetünk a létén. Így vagyunk Krisztussal, Krisztus hittel, a természet felettivel. Lehet, hogy nem láttuk, de a hit érzékszerve, más tapasztalati érzék meggyőződést nyerhet. Ez való aktuális segítség a szürke hétköznapjainkban. Ez egész napi ünnepen. Bár a húsvétot valamilyen módon világszerte sokan megünneplik, a tojásfestés, a locsolkodás, a sonka és a csokinyuszi általános jelképeivé váltak az egyébként egyházi ünnepnek. A hívők számára azonban nem csak ajándékokból és szépen megterített asztalból áll ez a 4 nap, sőt, számukra nem is csak 4. Hosszú lelki ráhangolódás, belső készülődés előzi meg a közösségben megélt, valóban vallási tartalommal és egyházi rendezvényekkel megtöltött ünnepet. A húsvét vasárnap számunkra egy örömünnep, a Krisztus győzelmének az ünnep, feltámadta a halálba. Ha Krisztus nem támadt volna fel a halálból, semmit nem ér a hitünk, majd idézem is, így van írva a Szentírásban, de Krisztus feltámadt, él, uralkodik, 2000 éve sok megváltozott ember élet bizonyítja ezt, a radikális párforduláson átestek többen, én magam is, még mások is, ezt hangoztatjuk, hogy másoknak is öröme, reménysége legyen. Épp eléggé beborultnak kezd lenni az egész életünk, a világunk, egyre nagyobb a sötétség, gond, baj, terheltség, fáradtság, veszedelem, félelem gyötri az embereket. Ez a fő üzenet ma, hogy átállni a vesztes oldaláról a győztes oldalára. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Az egész nap tartó program hangsúlya, így egyrésztről a közösségi élményem volt, történetek, tapasztalatok és élmények megosztásáról, együtt imádkozásról, éneklésről és étkezésről szólt, a nap második felében viszont az elcsendesedés, az első húsvét felevenítése és Krisztus üzenete volt a főszerepben. A hívők egész élete, a hétköznapjai, a húsvét ünnepe, a feltámadás öröme, ereje, karácsony üzenetének átélése, jött Krisztus, eljött, megjelent Isten üdvözítő, megmentő kegyelme. Mi hívők ünneppel töltjük napjainkat is, nem vagyunk egyedül, mindennapi kapcsolat, közösség Krisztussal. Jézus mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, minden ígével is, ami Krisztus szájából származik. Mi abból élünk, azzal kezdjük a napot, azzal végezzük. Egy boldog új életet találtunk Krisztusban, talajon, szikla, talajon áll a lábunk. És dolgozni kell, hajtani kell, de van pártfogónk. Átálltunk, sikerült átállni a vesztes oldalára, a győztes oldalára. És ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, hogy említettem, ez a római levélből egy szép idézet. Az Isten tiszteletet, bemutatkozó előadások, felolvasások és a Baptista Egyház központi énekkar kamarakórusának énekesei tették még ünnepélyesebbé.
Az év szekszárdi bora a Prantner Pince 2017-es bikavére lett ebben az esztendőben. A Szentgyörgy napi borverseny eredmény hirdetésén elhangzott, több minta érkezett, amelyek szigorúbb elbírálás alá estek. A borvidék generációváltás alatt van, amely hosszú távon fenntarthatja azt az elismertséget, melyet évtizedek alatt kiküzdött magának a szekszárdi borvidék. Generációváltás. Ez volt a legtöbbet elhangzó fogalom az idei szekszárdi borverseny díjátadóján. És ez nem csak azt jelenti, hogy a borászatokban a fiatalok átvették a stafétát, de azt is, hogy olyan termelők és fiatal borászok is megjelennek termékeikkel, és érnek el kimagasló eredményt, akiről eddig alig-alig beszélt a szakma. Mindez nagyon jó tesz a borvidéknek és a borversenyeknek is. Vesztergombi Csaba, a szervezőbizottság elnöke azt mondta, nagyon szigorúak voltak a borbírálók, ennek megfelelően az ezüstérmek értéke is nagyon magas, és jelzi, hogy egy adott bor egy-két év múlva akár aranyat is érhet. Egy szigorú borverseny az egy motiváló erő lehet egy borász szempontjából is, hogy a legjobb borát, a legjobb módon próbálja meg elkészíteni a borát, és a legjobb borát próbálja meg benevezni a borversenyre. A szigorúság az nem abból áll, hogy tudatosan lehúzzunk mondjuk borokat, hanem próbáljuk fölemelni a jókat. Elsősorban én itt erre gondolnék. A minták száma a tavalyi évhez képest nőtt, a nevezőknek a száma is, tehát ezzel mindenképpen elégedettek lehetünk, és hát az aranyérmek száma is több volt, a nagy aranyérmek száma is, minden tekintetben, számok tekintetében túlszárnyaltuk a tavalyi évet, hogyha innen nézzük, akkor mindenképpen elégedettek lehetünk. Nyilván én is jobban örülnék, hogyha egy picit több minta érkezett volna be, de ez, ami 238 darab mintát bíráltunk el idén, ez a normál átlag mennyiségnek tekinthető. Az, hogy idén több volt a nevező, egy kitartó és hosszú évek óta tartó munka eredménye, mondta Bősz Adrián, a hegyközség elnöke. Láthatóan visszatérőben van az a tendencia, mely a szekszárdi borversenyek korábbi szakaszát is jellemezte, hogy a kisebb termelők is megjelennek a termékekkel, ami azt jelenti, hogy egyre jobb borokat tudnak előállítani, amivel versenyképessé válnak az ismert csúcstermelőkkel szemben. Azt kell mondjam, hogy a szekszárdi borverseny most már egy picit talán zömökebbé kezd válni, tehát tényleg van egy komoly verseny, az élpincészetek és a kistermelők között a technikai különbségek egy kicsit csökkennek, és innentől kezdve hálainknak a borok versenyeznek, nem pedig csak a technika. Illetve van ennek még egy hozadéka, hogy a borvidéken, ugye, amit a korábbi köszöntőknél is elhangzott, hogy azért egy generációváltáson esünk át. Ez ugye nagyjából két részre bontható. Vannak fiatal termelők, akik kedvet kaptak, és kellő kitartással rendelkeznek, és elkezdtek borászkodni a borvidéken, kitűnő borokkal jelennek meg. Illetve magánál a nagy neves pincéknél is, hogy az idősebb generáció noha ugyanúgy aktív, és ugyanúgy ott van a napi életben, de próbál teret engedni a fiaiknak, lányaiknak, és ezért nagyon jó látni azt, hogy a nagy borászatoknál is egyre több a családban a fiatal, aki foglalkozik ezzel, és ez azért is különösen jó, mert ha a szülőknek az évtizedes munkája nem kútbe esik, nem eladásra kerülnek a birtokok, hanem családon belül folytatódik tovább a bortermelés, borkészítés. Az aranyérmek azok nagyon-nagyon jó dolgok, de itt annyira szoros a borverseny, hogy egy ezüstérem néha egy-egy ponttal marad csak el az aranyérmes boroktól, tehát kvázi, még ha pontszám alapján éppen ez is kategóriába is tartozik, minőségben nagyon-nagyon közel van az élmezőnyhöz, és lehet, hogy az érleléssel vagy másik versenyen pedig pont fordul ez a kocka, és ugyanúgy aranyérmessé válnak ezek a borok, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt mindkét kategóriát nagyon komolyan kell venni a szekszárdi borvidéken. A bírálóbizottság 6 nagy arany, 48 arany és 17 ezüstérmet osztott ki. A Szentgyörgy napi borverseny ad alkalmat arra is, hogy kiválasszák az idei esztendő szekszárdváros borát. 2019-ben a Prantner Pince 2017-es bikavére lett. Van generációváltás, tehát a fiatalok nem dolgoznak a pincészetbe, sőt, egyre aktívabbak, de azért még lehet, hogy jó az öreg a háznál, tehát címszó alatt azért összedolgozunk. Ilyen elismerést még nem kaptunk, városban lettünk volna. Én remélem, hogy ez egy
sokat jelentő díj lesz. Erről azért beszélnek Szekszárdon, hogy ki a városbora, és örülünk neki nagyon. Ad egy lökést? Nem tudjuk, majd meglátjuk, remélem. Remélem. Ácsizsi Szekszárd polgármestere arról szólt, nagyon fontos az alap, amelyet az idős generáció lerakott, és amire a fiatalok most építeni tudnak. De jön egy új fogyasztói korosztály is, akivel a hangot a feltörekvő borász nemzedék jobban érti. Ugyanakkor tette hozzá az, hogy a szekszárdi borverseny rangja emelkedőben van a szakmában, jót tesz a borvidéknek és a város elismertségének is. Nagyon komoly kihívás előtt állunk most. A fiatal generációnak a jövő vonatkozásában majd komoly és súlyos döntéseket kell meghozni. Annak érdekében, hogy a borvidéknek az a nívója, színvonal, amelyet az elmúlt 30 évben kialakított magának, az meg tudjon maradni. Hiszen az a fajta fogyasztói kör, amely mondjuk a szekszárdi borok iránt érdeklődik és fiatalodik folyamatosan. Én azt gondolom, ebből a szempontból mindenképpen előnyt jelent majd, hogy a fiatalabb borászok az ő igényeiket talán jobban megismerve fogják tudni teljesíteni a piac elvárásait. Természetesen nem kell mindenben megfelelni, hiszen mi piacot tudunk diktálni a magas minőségi borainkat, de azt gondolom mindenféleképpen a kereset-kínálat egyensúlyát meg kell teremteni. Ebben a fiatalok előnyben lesznek az idősebb generációval szemben. Ami viszont szintén nagyon fontos, és előbb beszéltem, hogy itt a jövőbeni telepítések és a szőlők telepítése szempontjából például nem mehetünk el a globális felmelegedés mellett. Tehát nagyon komoly döntéseket kell hozni abban a kérdésben is, hogy mondjuk ha telepítünk, akkor milyen fajtákat? Mik azok a fajták, amelyek 15-20-30 év múlva, hiszen itt hosszú távon kell gondolkodni, és ki fogják szolgálni majd a borvidéket, és fent tudják tartani a boroknak a magas minőségét és a színvonalát. Maga a borvidék nem olyan hatalmas Európában van, vagy a világban, hogy elmehessünk amellett, hogy van egy város, amely megtestesíti ezt a borvidéket, és ennek a nevét, a Szekszárd nevet sokkal jobban ki kellene használni. Én azt gondolom, hogy ha a Szekszárd nevet el tudjuk ültetni, el tudjuk plantálni a piacon megfelelő mélységben, akkor utána nyilván Szekszárd neve összekapcsolódik a borral, hiszen a szlogenünk is Szekszárd több, mint jó bor szlogen volt 2018-ra, de hogyha ezt el tudjuk megfelelően ültetni, és összekapcsolódjuk a magas minőségű borokkal, ebből mindenkinek előnye származhat, tehát a város is, természetesen a borászatok, természetesen a szekszárdi borok, ebből mindenféleképpen még plusz előnyöket tudnak szeltenni, és plusz piacokat tudnak megszerezni és meghordítani. A 2019 évi borverseny legjobb vörös borát a Síber, legjobb bikavédét a Mészáros, legjobb fehér borát a Lajvéd, legjobb kadatkáját az Eszterbauer, legjobb Cabernet Sauvignonját a Bodri, a legjobb Cabernet Franc-ját a Takler borászat termelte. A legeredményesebb pincészet a Fritz Borbirtok lett. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!